Magyarok Isztambulban, ahol az Európai Sportmenedzsment Szövetség éves konferenciáját tartották az ősszel, a négy hazai részvevő között előadóként ott volt a TF-ről Gulyás a PSD hallgató, kutató, gazdaságelemző, elemző, akit műsorunkból már ismerhetnek egy versenyképességi vizsgálat kapcsán. Most vele beszélgetünk a nemz nemzetközi trendek tanulságairól és a kutatások állásáról. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó, és akkor Erika, kezdjük ott, hogy ezeknek az ilyen sportmenedzsment konferenciáknak a, a érezzük jó túl mi a célja. Én úgy gondolom, hogy ahogy a, a versenyzőink is alapvetően nemzetközi mezőnyben versenyeznek, tehát nagyon fontos, hogy mi is tudjuk, hogy mik a nemzetközi trendek, és mik azok, amelyek, és hogy is állnak más országok ilyen kutatások területén. Arról nem is beszélve, hogy azért a sportmenedzsment, sportgazdaság területén nálunk elég hiányosak ezek a kutatások, a hazai kutatások. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ott legyünk, lássuk, és fel tudjunk zárkózni előbb-utóbb, mert ugyanaz, ugyan, ugye azt látjuk, hogy az élsportban a verseny egyre éleződik, éppen ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan tudunk ehhez hozzájárulni, vagy hogyan tudjuk egyáltalán a lépést tartani és ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy, hogy ott lássunk, és igazából a kapcsolatainkat tudjuk építeni. Mondanál akkor erről a konferenciáról néhány <laughs> példát arra, hogy lássuk, hogy kutatásokban, háttérben, a fegyver, agyakban, hogy állunk mi, <laughs> tehát, hogy nálunk ez a szakma mennyire van jó állapotban, mennyire űzik sokan, és esetleg milyen hiányosságok vannak, mondjuk olyanokkal, amikor azt mondta, hogy úristen, ide kéne elérni, tehát, hogy ilyen példák, <laughs> országok. Um, hát van egy hatalmas nagy nemzetközi kutatási projekt, ami nekünk most nagy vágyunk, hogy hamarosan becsatlakozhassunk, és kaptunk is rá ígéretet, ez például egy nagy eredménye volt ennek a konferenciának. Na ez miről szól nevezetesen ez a projekt? Igen, ez hat országgal kezdődött uh, még a 2006 körül, és 2008-ban volt az első lezárása, ez az úgynevezett SPLISZ projekt, ez a Sport Policy Factors Leading International Sporting Success, tehát ez igazából arról szól, hogy milyen sportirányítási tényezők határozzák meg a nemzetközi verseny, vagy a nemzetközi versenyképességét az egyes sportoknak, meg egyes országoknak, és ez először hat országgal indult, most már 15 ország vesz benne részt a világ minden tájáról, tehát ez nem csak európai, hanem ez egy ilyen nagy nemzetközi projekt, ebben még Magyarország nincs benne, és éppen ezért, mikor megjelentünk ezen a konferencián, nagyon örültek, hogy végre találkoznak például magyar résztvevőkkel, mert hogy tudják jó, hogy Magyarország mindig egy ilyen kivételes példa volt mindenféle kutatásban, mert ugye se a GDP nk semmilyen gazdasági mutatónk igazából nem indokolja azt, hogy mi például az olimpián olyan sikeresek legyünk, amilyen sikeresek vagyunk. Tehát épp ezért mi egy nagyon jó példa lehetünk, ami vagy száffolya, vagy épp alá tudja támasztani azokat a kutatásokat, amiket ők már elvégeztek. Na ez nagyon jó, mert akkor szerintem a mozdony az a magyar sport, amelyik akkor húzza ezt a szekeret, vagy ezt a vonatot, de a kocsikba például egy ilyen szakmaképviselőire pontosan a mozdony teljesítménye miatt nagyon kíváncsiak. Így van, nagyon kíváncsiak, és szükségük van ugye a, nyilván a hazai szakemberekre, akik sokkal jobban ismerik a, a magyar sportot és a magyar sport jellemzőit, mint egy, egy külső ember, tehát egy külföldi szakértő. Úgyhogy most a, már most a második fázisa megy ennek a nagy kutatásnak, ami olyan tavasz környékén lezárul, és elvileg, ha minden jól megy, akkor be tudunk csatlakozni már a harmadik fázisban ebbe a kutatásba, amiben most már több száz kutató vesz részt a világ minden tájáról. Ezeket a versenyképességi titkunkat, <laughs> vagy az, hogy mi húzódhat meg ezeknek a sikereknek a hátterébe, ha bár nem feltétlenül következnek logikailag a magyar gazdaság állapotából. Szóval ezekre te az előadásodban próbáltál választani, valamit elárultál belőle nekik a világnak a kollégáknak. Természetesen mi is folyamatosan erre keressük a választ. Ugye azt már látszik, és ez már régóta kimutatott, hogy nagyjából ezek, amik már említettem, gazdasági adatok 50%-ban magyarázzák az ilyen különböző eredmény, sportági eredményességet, és a többi 50%- az alapvetően valamilyen sportirányítási struktúrából jellemzőből fakad. Mi már, most már két éve foglalkozunk ezzel, próbáljuk megfejteni, hogy hol is rejlik a, a magyar sport, elit sport részének a sikere, hiszen azért tudjuk jól, hogy a látványsportokban ugye, ezekben a klasszikus látványsportokban nem mindig teljesítünk olyan jól, sőt ugye gyakorlatilag egy jó évtizede vagy jó pár évtizede nem sikerül nemzetközi szinten teljesítenünk. Már mint a focira gondolsz például. Hát foci, kosárlabda, kosárlabda. tenisz akár, ugye uh -huh. ezek globális sportágak és ugye klasszikusan alapvetően piacon kellene, hogy működjön, vagy piaci mechanizmusok alapján uh -huh. kellene működniük. És, és ugye az elit sportágokban ehhez képest azért jelentős eredmények vannak, ezek a klasszikus olimpiai sportágak, ugye ezeket azért kezeljük külön, mert azt mondjuk, hogy ugye ezek olyan úgynevezett közjavakat állítanak elő, amik, amiknek fontos, hogy állami forrásokon támaszkodjanak, mert ugye nem tudnak olyan terméket előállítani, mint egy foci, hogy hétről hétre Igen. a nézőt le tudja ültetni, stb. Tehát ez nemzetközi szinten is mind állami pénzek allokációja által valósul meg ez a, ezek a sportok. És ugye azt látjuk, hogy Magyarországon szuper jól teljesítünk ezekbe a sportokba. Sikeresek vagyunk. Mi ezeket úgynevezett remek sportoknak neveztük el, mert ugye négy évent előjönnek, jól teljesítünk, óriási sikereink vannak. Ugyanakkor nem tudja a magyar sport megvalósítani azt az átváltást, ami a figyelem és eredményesség között kellene, hogy megvalósuljon. Tehát a látvány csapat sportágaink csak helyi szinten tudnak figyelmet generálni, és az eredményességük nagyon alacsony. Utoljára mi azt mondtuk, hogy Puskás volt az, aki meg tudta valósítani ezt az átváltást. Ez Mármint ezt egy, a globális figyelem Globális uh -huh. figyelmet és a nemzetközi eredményességet. Tehát ez... Te is arra eddig, mert ugye ti már, és egy évvel ezelőtt itt több mint egy évvel beszélgetünk veled uh -huh. az akkor induló versenyképességi uh -huh. kutatásatokról, uh -huh. amiben pontosan az alapjait szeretitek volna uh -huh. ennek lefektetni. Szóval arra, hogy ebben miért nem tudunk mi átváltani átváltani, tenisz, uh -huh. kosárlabda, uh -huh. de talán legtipikusabban a futballt, uh -huh. miért nem tudunk átváltani, erre valami fajta uh -huh. magyarázatod már van, sejtésed uh -huh. van és összefüggésben van van azzal, hogy ha az állam túl sokat segít, akkor az lehet, hogy nem mindig használ? Így van, ami azt gondoljuk, vannak már sejtéseink és vannak már olyan eredményeink, amik, amiket már úgy gondoljuk, hogy hogy talán segíthetnek ezeknek a megértésében. Azt látjuk, hogy ugye ezekben a látványsportágokban nagy hiba, az, hogyha ezeket a bürokratikus koordinációkat tehát állami pénzeket folyatunk bele, hiszen az nem segíti ott a hatékony elosztását ezeknek a forrásoknak, sőt, gyakorlatilag amit látjuk is, pont hogy az ellenkezőit szolgálja, pont azért, mert itt az, az, mi azt mondtuk, hogy az erőfeszítés és eredmény között nincs olyan közvetlen kapcsolat, mint egy úszásba. Nagyon sok ö, olyan tényező van, ami ugye befolyásolja az eredményességet és most komplexebb. csak egy példát, hogy a, 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 ez, a, a lehet azt mondani, tíz év eredményetlenség után, hogy még türelemre van szükség, hogy felmérjék az újabb, nagyon nehéz. Na most egy úszó nem mondhatja azt, hogy majd tíz év múlva fogok jól jó mert azt mondják, hogy lehet lassan Így vége van. a pályafutásodnak. Így van, meg a fociba tudjuk az ellenfélre fogni, a szurkolókra fogni, a bírókra fogni, Fogni a, épp ami, ami, amire uh, szeretnénk. Ugye az úszásban például ez sokkal nehéz, a vízösszetételére ritkán szokták fogni azt, uh -huh. hogy nem jött Igen. össze egy úszás. Ez az egyik tényező, tehát azt gondoljuk, hogy hogy nem túl szerencsés feltétlenül állami forrásokat juttatni. Különösen nyilván az tehát a felnőtt érsportról uh -huh. beszélünk. A, a másik tényező pedig azok az ösztönző rendszerek és struktúrák, amik kialakultak ezekben a sportágakban. Itt pedig éltünk például a fizetési szerkezetekre. Ugye ez nagyon egyszerű, ugye akkor, ösztön, akkor van ösztönözve valaki az előrelépésre, ha úgy van kialakítva ez a fizetési szerkezet, hogy ő azt érezze, hogy ahhoz, hogy ő előrébb lépjen, ahhoz az, az neki nagyon motivált, úgymond annak érdekében, és ezért ugye Magyarországon nem így van kialakítva, hanem úgy van kialakítva, hogy egy ilyen másod-harmad osztályban is jól el vannak, úgymond. Jól ezek lehet keresni, a... bizony, Így van. Igen, igen, igen. És nem úgy vannak ösztönözve, hogy szedjem össze magam, és legyek még, sikeres, legyek még első osztály a cél, vagy inkább a nemzetközi sikeresség, mert akkor tudok mondjuk olyan szinten, vagy akkor kapok olyan fizetést, vagy olyan egyéb javadalmazást például. Hát elég, szerintem igencsak kapizsgáljátok a lényeget, úgyhogy kitartó kutatást hozzá, hogy ezeket majd számokkal is támasztatok el. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.